Áldozattá munkanélküli válása a Gödöllői kistérségben. Ezzel a címmel rendez szakmai fórumot a Család, Gyermek, Ifjúság kiemelkedően közhasznú Egyesület Gödöllőn a Művészetek házában február 19-én. Alpolgármester úr, mit tartalmaz a Gödöllői felzárkóztatási program? A Gödöllői Társadalmi Felzárkóztatási program névre keresztelt, nevezzük szociális kerekasztalt, egy évvel ezelőtt indítottuk el, azzal a céllal, hogy a gödöllőn, a szociális témakörben működő, segítő szervezeteket ültessük egy asztalhoz, és próbáljuk ö, racionalizálni a működést, tehát a, a párhuzamosságokat úgymond ö, szüntessük meg, és ö, próbáljunk még hatékonyabban működni. Az első lépése ennek a munkának az volt, hogy elkészítettük a város ö, szociális térképét. Ez nem jelent mást, mint a szociálisan ö, rászorulók, ö, Adatbázisait összefésültük, hiszen mindegyik szervezet dolgozik, tisztában van a rászorulókkal, és, és sokszor sajnos előfordult az, hogy karácsony tájékán valaki három helyről kapott adományt, valaki pedig nem kapott, illetve az is egy nehézség, hogy karácsonykor nagy az adakozási kedv, viszont sajnos aki rászoruló, adott esetben sajnos éhezik. Ő bennünket ez a probléma január-februárban és az év többi részében is érinti, nem csak karácsonykor. Ezért próbáltuk a, 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 racionalizálni a bejövő adományokat is, és aztán majd nyilvánvalóan szépen elosztani a, az év folyamán. A, szociális kerekasztalban, tehát a programban résztvevő szervezetek gyakorlatilag a, a Gödöllőváros önkormányzatának, a polgármesteri hivatalnak közoktatási, közigazgatási és szociális irodája, a városban működő egyházak, kisebbségi szervezetek, a szociális intézmények, tehát a városi szociális intézmény, a fővárosi szociális otthon, és aztán nyilvánvaló most egyre több szervezet kapcsol be. Gondolhatunk itt például a Szent István Egyetem hallgatói kormányzatára, vagy például a Magyar Vörökes, vöröskereszt Vörös Kereszt Gödöllő Aszódi ö, körzeti kirendeltségére is. Több célért is dolgoznak, több társadalmi problémát is meg kell oldani. Ebből az egyik a munkanélküliség. Igen, a, a munkanélküliség az egyik talán legfontosabb. Ö, a több problémáról csak annyit röviden, hogy igyekeztünk azért fókuszpontokat kialakítani, tehát nem sokfelé az erőt elosztani, hanem különböző témaköröket felvázolni. Ilyen nyilván a, a, a szociális problémák, a rászorultaknak a segítése, hogy az előbb elmondtam. A, a szociális térkép alapján ugye a fel, felkutatni a, az jelenleg még nem tudott rászorulókat. És igen, sajnos a szociális problémának az egyik okozója az a munkanélküliség. Gödöllő ilyen szempontból a körzet központjaként elég jó helyzetben van, azt gondolom, hiszen a rengeteg gyár, cég azért sok munkalehetőséget biztosít, de mégis azért a városban több mint 800 rászoruló család van. Ö, ha belegondolunk abba, hogy, hogy 10-11 ezer háztartás van a, 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 városban, akkor a, a szociálisan érintettek köre, ha azt vesszük, hogy ez, ez 800 és 1000 között van, akkor az sok, és gödöllő még jó helyzetben van. Tehát ö, a munkanélküliség, ahogy az előbb említettük, ez egyik ö, okozója a, a szociális problémáknak. És ugye itt olyan családok is érintettek lehetnek, ahol nincsenek anyagi gondok. É, igen, a, a, másik fókuszpont nyilván a, nem az anyagi problémákból fakadó társadalmi nehézségek. Elég, ha arra gondolunk, hogy az óvodákba, iskolákba a egyre több esen is, az azaz speciális nevelésű, igényű gyerek kerül be, és ezek a dolgok, ezek a, a pszichés problémák, ezek nem mindig e, az anyagi nehézségekből fakadnak, tehát a program majd igyekszik e, olyan dolgokat is előtérbe hozni, hogy a, a, ezeknek a gyerekeknek a, 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 a segítése, a nevelése, és aztán majd nyilván egészséges felnőtté válása megoldott lehessen. Milyen források állnak rendelkezésre ezeknek a családoknak a támogatására? A program összefogója Gödöllőváros önkormányzata, az önkormányzat pedig alapítója a Segítségközalapítványnak. A segítség közalapítványa az, amely már évtizede működik, rendszeresen az adó 1%-ából és Gödölőváros támogatásából segíti a rászorulókat. Ilyen például a szeptember környékén pályázati úton kiosztott rezsi hátralékos családok támogatása, de a program igyekszik a segítség közalapítványt még inkább helyzetbe hozni, még inkább népszerűsíteni, vagy a köztudatba hozni, és az anyagi természetű adó Igyekszünk itt az alapítványon gyűjteni. Ugye az adakozásnak az az egyik nagy problémája mindig, hogy az adakozó kedv ö, a, a bizalomvesztéssel ö, csorbulhat. Erről csak annyit, hogy ö, nem mindig tudják azok az emberek, akik adakoznak, hogy a, a hova kerül az adomány, a, akár a pénzbeli adomány jó helyre kerül le, illetve pont oda el, hova szállják. A segítség Segítségközalapítvány Gödöllőváros önkormányzatának alapítványa, ahogy mondtam, teljesen ellenőrzött, minden évben beszámol a működéséről, és mivel a város működteti, adminisztrációs költségek nem terhelik a befolyó adományokat, tehát amit az emberek adnak, az, annak a száz át e, nyilván tovább tudjuk adni. Ez az egyik rész, a másik pedig a, a természetbeli adományok, ezek lehetnek a tartós élelmiszerek, ruhák és a, a egyéb bútortól elkezdve más műszaki cikkek. Ennek a, a, az adományoknak a begyűjtését és a célzott kiosztását pedig a forrás szociális segítő intézményünk, ez szintén Gödölváros önkormányzatának intézménye végzi.